Ne idegesítsél! Itt be! Várjál! Bomber! Jó, tehát hogy vadászok, konkrétan vadászok. Hát egyedül nem vagyunk. Semmi baj, azt mondod, hogy semmi baj. Össze-vissza recsegnek a dolgok, végtelen utak vannak, gyerekek. Értem, hogy ideges vagy. Szétrobban van az agyam. Jó, hát ez egy hosszú éjszaka lesz. Ez igen, valóban. Te is hallod? Ezt tudom. Nem, Patrik, most megyünk. Nem tudom, mit csinálni, addig nem indul az autó. Sziasztok, srácok, üdvözlök titeket egy újabb videóban, és itt van velem az egyetlen és utánozhatatlan Mark Adrian. És a mai videóban az elkövetkezendő 24 órát egy autóban fogjuk tölteni az erdő közepén. Még mielőtt tovább mennénk, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy hatalmas lájkot, és kezdődjön a videó. Na gyerekek, ahogyan láthatjátok, most én vezetek, nem Adrian, és arra gondoltam, hogy a mai videóban el fogom vinni a csodálatos Adriant egy ilyen kis erdei faházas étterembe. Romantikus. Igen, romantikusan, amit egyébként a TikTokon találtam, szóval nagyon izgalmas, és kíváncsi leszek arra, hogy milyen ez a hely, hogy néz ki, stb. Adrian fog navigálni, ami azért érdekes, mert tévedtünk már el egy párszor, ugye? Jó, de ez nem az én hívem, hanem azért, mert később megtalál a navigáció. Úgyhogy légy szíves, majd előre szóljál, mert a vezetési jó képességeim azok... Hát nem a toppon vannak, az biztos. 40-es, nem! Vidéken vagyunk. Pedig itt van mellettetek. Igen, nem voltam még, nem tudom, hogy hol van, de nagyon jól néztek ki a képek. Exkluzív kaják vannak. Tudjátok, ez az Insta VS valóság, ja, majd szépen kiderül. Én nem tudom. Itt tovább kell menni, és haladsz az út irányába. Szóval itt végig mész egyenesen, és lesz majd egy körforgalom. És a második kiáraton kell. Töttös fele! De szólj, ha hatosba kell rakni, könyörgöm! Én? Nem, hát ő! Úristen! Vagy jelezzen, itt vinnyog! Való nap van, úristen, de jó! Májunk meg itt, inkább ide jön. De jó! Hát aha, legjobbkor, nem tudom! Még egyenesen, és akkor be kell majd menni balra. De most neked... Nem itt. Neked balra, vagy nekem balra? Egy helyen ülünk, Patrik, neked balra. Te vezetsz, várj, nem várj, én. Várj. Nem ezen az úton, nem, a következőnél. Patrik, itt lassan, be. Itt ke... Ne idegesítsél, azt mondom, itt be, menjél be. Várjál! Ember! Hát szerinted látom, hogy ez egy erdő és egy bejárat. Ne, megint én vagyok a hibás, ne idegesíts. Nem, csak előre szólj. Te mondtad, hogy egy erdei úton van, ne idegesíts. Úristen, Patrik, most fog kiszállni. Aha, ott látok is valamit. Várjál, kiszállok. Hát igen, itt nincs semmi konkrétan. De ott, nézd oda. Jó. Nézzük meg, Patrik. Jó, nézzük meg. Jó, hát azt írja a térkép, hogy itt van. Akkor jó, ne idegesítsél, hogy... akkor hova menjünk? Nem tudom, csak fura, hogy azt írja a térkép, és meg nem látszik semmi. Jó, de azt írja a térkép, akkor mi menjünk tovább, úgyhogy a térkép azt írja, hogy itt vagyunk. Ne idegesítsél. Nem, csak fura, hogy nem. Csak fura, hogy nem látszik nem a ház. Velem, jó? Jó, én itt láttam valamit, azt hittem, hogy itt van. Most ne idegesítsél már föl, te hogy itt vagyunk. Mit láttál? Azt láttam, hogy ott fények vannak. Kiszálltam, de valószínűleg rohadtul nem egy fény, hanem egy tábla. Nézd meg, ott van a tábla, oké, tök jó. Azt hittem, ott van. Hát most ne idegesíts, ne én legyek már a szar ez miatt. Akkor menjünk tovább. Jó, menjünk. Rohadtul már, hogy folyamatosan csak a veszekedés megy. Nem akarok veszekedni, de... De azt mondtad, hogy ott a ház, és nincs ott. Hát próbálom beindítani ezt az autót. Ne idegesítsél, hogy a kocsi se indul be. Nem indul. Szállják ki, majd én. Szállják ki. Majd én megpróbálom. Szállják ki. Jó, kiszállok. Várjál már! Úristen! Üresbe vagy? Kérlek szépen, igen. Jó. Hát ez jó. Jó, akkor nyisd ki a motorrészletet, és megnézem, hogy mi van benne. Nem tudom. Ne idegesítsél, basszok! Úgy mondod, mintha egy autószerelő lennék. Várjál, beakadt a kezem. Nem tudom, nincs valamilyen gomb. Milyen gomb? Hey Siri! Nem tudom. Na, húha, megvan. Itt meg kell ezt itt birizgálni, tudod? Jó, nálam nem így van. Wow. Te itt tudsz valamit? Nem tudok semmit, nem láttam még ilyet. Testom, okay. Mit kell csinálni. Aló! Vigyázat! Don't open! Click! Meg ne rázom, nem a gyertya, meg. Hallod? Nem hiszem, hogy a gyertya. Ha csak... Nem mert... Én ide nem fogok benyúlni. Jó? Jó, nem tudok mit kezdeni vele. Nincs térerő. Azt írja, hogy nincs szolgáltatás. Jó, tehát, hogy vadászok. Konkrétan vadászok.
Hát egyedül nem vagyunk. Ennyit rólam, Adrient elhoztam volna egy csodálatos kis vacsorára, díszbe öltöztünk, ő is, én is, és tulajdonképpen sehol nincsen az étterem, az autó lerobbant, és térerő sincsen, csak ez a vlog kamera. Szóval Adrien, rohadtul nem tudom, hogy mit csináljunk. Kitaláltam, oké. Na, most az van, hogyha innen most visszasétálnánk az útra, akkor valószínűleg besötétedlen, mert legalább 5 km-re vagyunk benne az erdőbe, ne szóljál bele. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor itt a kocsi, aztól függetlenül, hogy nem megy, benne tudunk aludni. Itt alszunk. Itt. Nem kint az erdőbe, Patik, hanem benne a kocsiba. Én nem akarok itt aludni. Jó, egy, akkor... sose kempingeztem. Kezdjünk el sétálni, vagy kérjünk segítséget, vagy adjunk be egy zenét, és ha most elindulunk, Patik, ha most elindulunk, akkor sötét lesz. Nem fogunk visszérni az autóhoz, ne idegesítsél. Holnap reggel felkelünk, elindulunk. Hú, semmi baj. Semmi baj? Azt mondod, hogy semmi baj. Össze-vissza recsegnek a dolgok, végtelen utak vannak, gyerekek. Ha ezt az éjszakát nem élem túl, Adrien, akkor te leszel a hibás. Jó. És? Nem nézzél, most már csak 8 órán keresztül az autóba fogunk ülni, kaja, pia és minden hülyeség nélkül. Tehát, ne kalibráljál már ebben. Értem, hogy ideges vagy. Tehát én értem, ideges. Hogy ideges vagy. Dehogy de... vagyok ideges. Szétrobban az agyam. És akkor én vagyok a hibás. És meleg is van itt benne, egy büdő. Pisülnem kell. Nagyon kell pisülnem. Itt a palack, és meglátod. De nem. Jó, akkor menj ki pisilni. Menj ki pisilni. Félek, Patrik. Hát korom sötét lesz. Vigyél akkor egy, mit? Egy lámpát. Mit vigyek? Ne idegesíts! Egy kis lámpád! Nem kísérsz el? Úgy kísérlek! Ó, ugye nem gondolod komolyan, hogy azon a lámpással kell nekem? Ez hogy működik? Ezzel, mint a Harry Potter, szépen bemész az udvar, vagy a izébe, az erdőbe, és pisílsz. Eljöttem pisilni. Bátorságot vettem magammal. De jó, oké. Akkor most pisilek. Nem! Mi van? Mi a franc? De mi bajod van, Adrien? Semmi nem volt. Hát... Patrik, hangokat. Nagyon a fejedben vannak a hangok, barátom. Ez egy rohadt erdő, itt nincs senki. Igen. Nincs hiperventilál a lány. Igen, nincs senki. Nincs senki, hát persze, hogy nincsen rajtunk kívül senki, mert ha lenne valaki, akkor már egy segítséget kérhetünk volna. Relax. Jó, oké, szerinted, jó, akkor szerinted beképzeltem? Ne haragudj, de konkrétan ahol pisiltem, mögöttem, mint ha itt lépett volna valaki. Állatok. Ezek állatok! Persze. Miért vagy ilyen nyugodt? Jó, hát ez egy hosszú éjszaka lesz. Hát ez azt igen, valóban. És mit csináljunk? Nem tudom. Megnézem, hogy van-e valami víz. Nézd meg a táskámat, hogy van-e benne valami. Oké, akkor nem. Jaj, de jó! Jaj, de jó, amit mondtam, elhoztam, az éppen dement. Yes, yes. Az elpednek örülünk. Lol. Ez nem az, amit vittetek múltkor? De ez nem vagy 4 éves. Fúj, ne. Mi az? Adrien, ne csinálj ilyeneket, légy szíves! Hát, nem merek kiszállni! Nagyon dobog ez. Az a tükörképen. Nagyon sok ilyen légy van. Nem tudnak bejönni. Még a rohadt légy is bejött. Nagyon félek. Aj, nem. Én itt nem fog tudni aludni, ez a baj. Konkrét remegek. De most ne sírj! Ne sírok, mert nagyon rosszul vagyok. Nincsen semmilyen térő, Jézusom! De van legalább egy sorozat, amit meg tudunk nézni, és van chips. Egy dologtól van félnivalónk, a félelemtől. És a medvéktől, azoktól is félnünk kell, és ott vannak az oroszlárok, a farkas. Farkasok? A nyesnek. A kár... Összekészítettünk neked egy kis csomagot. Tettem bele rákcsát is. Ez egy róka rettentő. Igen, nem árt a biztonság. Ez egy róka riasztó. Gyapjúból készült, ha nem tehát... jó már! Bofa. Gyere így hátra! Nem tudom. Ez itt átvér meg! Adrien! Kelj föl! Te is hallod? Nem. Ez mi a f***? Nem tudom. Nem jöhetnek be, nem tudnak nem, bejönni. Nézd, látod te is őket? Fények, ott hátul. Kire talált, hogy ott van az étterem? Látod, nem? Hát ne haragudj, jó, de hogyha... nézzük ez... meg. Nem. Hülye vagy! Lehet, hogy az az étterem, és mi meg itt állunk. Igen, konkrétan de 300 méterrel arrébb. Igen, de szerinted az étterem nem mozognak a fények? És mi van, ha valami szektársak, ablak. Valami agyhalottak? Ablakok szerintem, és ott sétálnak el előtte. Adrien, felnőtt emberek vagyunk, megnézzük. Jó, de ha meghalunk... Persze, majd itt meghalunk az erdő közepén, gyere! Én ki nem szállok. Gyere már! Aj, de nagyon félek. Azt a mindenit.
Valami mászott, igen. Hallottad? Ezeket én is hallom. Mászott. Gyíkok, kígyók, minden cég van itt kint. Ez egy erdő. Állatokkal, tudod? Bambi. Ott a Bambi és a társai, hát nem fog megenni senki. Gondolj arra, hogy ez egy szép erdő. Jó, kérünk segítséget. Lehet, hogy van náluk egy ember, aki ért a kocsikhoz, azt mondja, figyú, és beindul az autó. Most, gyerek, és szállj ki a rohadt autóba, légy szíves. Nem akarok. Ne félj, itt vagyok. Tök jó. És mit csinálsz ellen, megesz a vad? Nem tudom, sikítve elfutok. Adrián, ne parázz. Az étterem. Nem. Ez gyerekek, ezt láttam a képen, de konkrétan zsírúj volt. Mi a franc? Gyerekek, nagyon büdös van. Jó, konkrétan tele van bögöllyel az egész veranda. Itt volt régen az étterem, itt volt régen. Ugyanezeket a képeket láttam. No way. Mik ezek az átkok, Jézusom? Ez egy rohadt kút. Nem, Patik, most megyünk. Nem tudok mit csinálni, addig nem indul az autó. Ezt te is hallottad. Hallottam, de mi volt ez? Konkrétan sikolyokat hallottunk. Srácok, nem, esküszöm, nem viccelünk. Sikolyokat hallottunk, jó, de szerintem ti is halljátok a felvételen. Jó reggelt, srácok. Hajnali 6 óra van, nagyon hideg van, és Adrián még alszik. Megpróbálom bekapcsolni a fűtést, ami nem tudom, hogy hogy kell, de azt hiszem, hogy gyújtásra kell tenni valahogy. Gyerekek, beindult az autó. Adrián, ébredj már föl! Nézd már meg, hogy megy az autó konkrétan. Te is ráindítottál egy csomószor. Jó, nem érdekel, Patrik. Elaludtam a nyakamat. Szerintem kell, ide fogok pisilni, nem merek kiszállni. Nekem ez így jó? Én tudtam, direkt beültél és ráindítottál, nem működött. Megnéztük azt a motor. Mi eskü a démonok oda mentek, azt összeesztelváltál? Nem tudom, be akartam kapcsolni a fűtést, mert konkrétan megfagyok, és beindult ez a... Jó, na, oké, éhezem, meg akarok halni. Jó, induljunk el, fordulj meg, akkor húzzunk innen a Megyünk, csak konkrétan felfogni, hogy miért kapcsolt be ez a rohadt autó. Nem tudom, nem vagyok autószerelő. Hát ezt látom. Megtennéd, hogy amúgy nem... Tehát, hogy ne én legyek a probléma? Hogy de most... Jó, tehát... De te is ránéztél, és most úgy csinálsz, hogy az én hibám lenne. Én is aludtam életem legjobb izét, mert nem egy Hilton. Nem érdekel. Jó, hagyjuk itt ezt a rohadt erdőt, mert most már elegem van, komolyan mondom. Neked van eleged, ne haragudj, de én vagyok rohadt ideges rád, Patrik, ne idegesítsél. Itt éjszakáztunk, érted? Jó, nem érdekel, befejezd! Fejezd be! Úristen, de ideges vagyok! Na srácok, hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy nektek is nagyon tetszett. Iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjatok egy hatalmas lájkot. Illetve ne felejtsetek el engem is bekövetni YouTube-on. Valamint érkezik a közös csatornánk, vagyis a Dynamit Duo! Illetve, ha nem akartok lemaradni az egyéb pletykákról, különböző behind the scenes-ekről, akkor lépjetek be a titkos csoportunkba Instagramon, a linkek itt lesznek a leírásba, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!